1995-ben azzal a céllal alapították a Dialóg Egyesületet, hogy összefogják a helyi nyugdíjasokat. Ez volt az első, bíróságon is bejegyzett szervezet, mesélte Kardos Lászlóné egyesületi elnök, aki 2007-ben vette át a vezetést. Az idősek úgy vettük észre, hogy egyre többen jönnek. Most mi 77 fős létszámmal vagyunk, amikor megalakult, 11 fővel alakult meg az egyesület, de sajnos már a decemberig 26-an lettek, de a 26-ból már 21 fő elhalálozott. Úgyhogy most jelen pillanatban 4 olyan tag van még, aki eredetileg 95 óta itt van a Dialóg Egyesületben. Az egyesület neve is azt jelzi, hogy úgymond folyamatos párbeszédet folytatnak. Versenyeken vesznek részt a tagok, ahol szép eredményeket érnek el. Így például első helyen végeztek a Civis Nyugdíjas Olimpián, szellemi generációs és ügyességi vetélkedőkön egyaránt dobogósok. Szavaló és mesemondó versenyeken egyaránt kiemelkedően teljesítenek, korábban pedig a városi kézimunka kiállításon első helyezést ért el ez a kazetta mintás terítő, amelyet az egyik egyesületi tag készített. Ezeket az eredményeket egy kiállításon mutatták be a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Az intézmény biztosítja a helyszínt az egyesület számára, hogy két hetente itt találkozzanak. Kikapcsolódnak a mindennapi gondokból, és más ez a közösség, amikor ide eljönnek. Nem arról van szó, hogy odahaza mi van, hanem a mindennapi gondokat elfelejtve barátokra találnak, ismerősökre találnak. 80%-ban pedagógusok, ők meg különösen nagyon sok, és egyébként is mérnök, közgazdák, orvosok vannak az egyesületünkben, és nagyon jól érzik magukat. Rengeteg előadást tartanak, orvosi előadásokat, orvos elődeinkről, könyvbemutatókat, könyveket írnak a tagjaink. Nagyon sok olyan tag van, aki esszét, novellát, bármit ír, élettörténetekbe ír könyveket. A Dialóg Nyugdíjas Egyesület sokrétű, színes jubileumi műsorral emlékezett vissza az elmúlt 25 évre a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban.